jégkalapba. Gorbacsel visszafelé, most kellene valakinek üresbe betenni. Na, mi lesz az ítélet? 11-es lett a török játékvezető. A 41. percben itt a lehetőség a vezetés megszerzésére. 42. perc. Megszerezheti tehát a Ferencváros a vezetést. Mindahogy meg is van, 1-0-ra vezetünk tehát, és ez most a legfontosabb a mérkőzésen. Pusztine kifutott a labdának, elvetődött ellenkező irányba, kapus a labda pedig begurult a ez most azt jelenti, hogy több kockázatot vállalva kell támadni a Tiranának, és így talán jobban megnyílik a lehetőség a Ferencváros elé. Labdaszerzés után újabb és újabb veszélyes és veszélyesebb támadások felépítésére. 32 méter a kaputól. Most vigyázni nagyon. Megpattanó labda, üresen marad a kapu. És még mindig nincs vége a veszélynek. Gól! Hát ilyet Mukája gólszerző. Amikor már úgy tűnt, hogy vége a veszélynek, egyszerűen elfeledkeztünk arról, hogy a labda még mindig játékban. Középre Sinál labdát. Itt alakult ki a gólhelyzet. Elmúlik a veszély. Halili nem talált el a rövid sarkot. És így gyakorlatilag leáll az egész Ferencváros. Belép oda Mukály. És úgy lövi a hosszú sarokba a labdát, hogy talán most lendületből próbál Halili elmenni. Balogot zavarta, és ott van teljesen üresen Mukály, gólhelyzet, 2-1, vezet a Tirana. Hideg vérűen megcsinálta a 16-os vonalán a cselt, Mukály. Lehelet finom csel, nagyon becsapta ezzel a mozdulattal. Kepes. Leandro játszotta előre. Három ferencvárosi várja középen a beadást. Köszönjük szépen, egy öngóllal 2-2. Haidari összerogyott, mert hogy az ő lábáról pattant a labda a kapuba, és a 89. percben sikerült az egyenlítés. A labda érintése után Haidari saját kapujába juttatja. Nógrádinak magas. Hidi azért is fokhat az albán védők. Sikerült megszereznünk. Sőt, ott van a lövés és ott a gól a 93. percben. Épp az órát nézek, 2 másodperc kellett ahhoz, hogy lefújja a játékvezető. És Huszti most már egy csak. Őszintén szólva egy nagyon nehezen értékelhető, elemezhető mérkőzés ez. Nem is nagyon irigylem Nyilasi.